A szóvivőkkel nap mint nap találkozhatnak nézőink a képernyőn keresztül. Nagy a felelősségük, hiszen ők közlik velünk a tényeket, az információkat. Időnként összegyűlnek egy kicsit lazítani, így történik ez minden évben a szóvivők báján. Erről készült összefoglalónkat láthatják most. Jubileumhoz érkezett a szóvivő bár, idén 10. alkalommal a Marriott Hotelben rendezték meg. Lassan bemegyünk a bárterembe és a kulisszák mögé nézünk. A báli szezon legcsaládiasabbnak tartott rendezvényét azért hozták létre 10 évvel ezelőtt, hogy legyen egy nap, amikor a szóvivők is felhőtlenül szórakozhatnak együtt. A rohanó hétköznapokat szerencsés, hogyha megszakítják olyan események, akkor az embernek egy kicsit ideje van kikapcsolódni. A szóvivő bál egy hagyományosan ilyen bál, ahol az ember jól érzi magát, és ez a mai este sem kivétel ezek közül. Nagyszerű a hangulat, úgyhogy én azt hiszem, hogy mindenki jól érzi magát. Az első szóvivő bálon is itt voltam, és az összes többin itt leszek. Nagyon jól érezzük magunkat, és jó látni, hogy a szóvivők újra együtt vannak. Mindig azt szoktam mondani, hogy csupa nagybetűvel a szóvivő bál a bál, és az én életemben is ez a bál évről évre. Úgyhogy az az igazság, hogy én itt nem csak dolgozom, mint műsorvezető, hanem én nagyon-nagyon jól szoktam magam érezni, mert a társaság az fantasztikus, hiszen a szóvivők ugye munkájukból adódik, hogy rendkívül nyitott személyiségű emberek. Éppen ezért hát itt mindenki olyan jókedvű, vidám, hogy itt csak jól sikerülhetnek a dolgok, és mindenki csak jól érezheti magát. És ez így is van valóban. Az én örök mondatom az, hogy stabil állapotban szállítottuk kórházba, de ez most nem ide való, úgyhogy nagyon jól érzem magam, és a szokásos érzés van bennem, hogy tulajdonképpen, mintha a családommal lennék, hiszen mindannyiunknak két családja van, a szűkebb, ami most már nem is olyan szűk nálunk, hiszen 3 pici gyerek van otthon, és a tágabb, ami azokat a barátokat jelenti, akikkel sajnos nagyon ritkán van módunk találkozni, de ilyenkor egy évben egyszer legalább egy estét együtt tölthetünk. Nem csak a 10. jubileumi szóvivőbál, hanem a 10 éves az egyesület is, hiszen alig néhány hónappal a megalakulásunk után már megrendeztük az elsőt, és elmondhatom ma már, hogy a farsangi időszak legrangosabb báli rendezvényének számít, amit nem mi mondunk magunkról, hanem a nálunk lévő vendégek. Úgyhogy az a legnagyobb büszkeségünk, hogy most már az egész országban tudják, hogy vannak szóvivők, és van szóvivőbál is, és nem csak szóvivőbál van, hanem a szóvivők érdemi munkát is végeznek túl azon, hogy tájékoztatják a média dolgozóit, a közvéleményt, és képezzük a jövő szóvivőit a különböző felsőfokú intézetekben. Nagyon nehéz a feladat azért, hogy egy olyan szervezetet képviselni, ahol problémák, bajok vannak, mégis a közvélemény felé egy olyan üzenetet kell sugalni, vagy elmondani, ami pozitív töltetű. Talán problémaként is mondhatom,
hogy picit felhígult a szakma. Tehát sok esetben azt gondolják egyes szervezetek, intézmények, hogyha egy csinos, szép lányt állítanak a kamera elé, aki jól néz ki, de nincs mögötte szakmai tapasztalat, nincs mögötte olyan tudás, amit mondjuk fel, a nézők elvárnak egy-egy szóvivőtől, akkor hiteltelenné válhat a mondani való. Hát először a szakmai tapasztalat, és utána a hitelesség, aztán majd a nézők is eldöntik, hogy amit hallottak, az hiteles, elfogadható, vagy esetleg át kell gondolnunk a történetet. Ez a szakma, én azt gondolom, hogy valóban egy kivételes szakma abból a szempontból, hogy minden időpillanatban a toppon kell lenni, különösen a hölgyeknek csinosnak kell lenni, okosakat kell mondani, a férfiaknak is természetesen mindig arról kell beszélniük, ami történt szakszerűen, közérthetően, úgyhogy mindenki megértse, hiszen ez a tömegekhez szól ez a tájékoztatás. Ukončete prosím výstupa na stud, veže se za... Beszéljen érthetően, értse azt, amiről ő beszél, ismerje azt a szakmát, és akkor valószínűleg lesz, akiknek szimpatikus lesz, és lesz, akiknek nem lesz szimpatikus. De az a lényeg, hogy hiteles legyen. Itt nem a szimpátiáról szól a történet, hanem a hitelességről. Mondhatnám azt, hogy az igazat mond, ne csak a valódi, de hát ezt fejtsék meg, hogy mit értek ez alatt. De valójában azt értem ez alatt, hogy a szóvivő akárhol van, akár milyen szervezetet képvisel, mint szóvivő, hiteles legyen. Kiváló és szakszerű szóvivői munkája alapján ítélte oda a dr. Lasz György rendészeti kommunikációs díjat Soltész Bálint rendőrőrnagynak, a Heves megyei rendőrfőkapitányság szóvivőjének. A díj pedig, mint mindig, egy nagy értékű aranyóra. Minden évben a rendészet területén dolgozó legjobb tevékenységet, munkát végző szóvivőnek a Lasz György Alapítvány odaítél egy díjat, és ezzel indítottuk most is a díjátadást. 2014-ben a Szavak embere Nemes Gábor, a Közösségi Közlekedési Szakszervezet, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke, a szervezet kommunikációs vezetője. A Szavak embere díjat is átadjuk. Ez minden évben azért az emberi, aki az Egyesület tagja, és akit az Egyesület titkos szavazással az elmúlt időszak szóvivői tevékenységéért arra érdemesnek tart. Ezt az idén Nemes Gábor kapta ezt a díjat. A hiteles tájékoztatásért díjat adományozza a Szóvivők Egyesülete dr. Zaher Gábornak, a Honvéd Kórház sürgősségi osztály osztályvezető főorvosának. Zaher Gábor kapta a hiteles tájékoztatásért díjat. Könnyen kérdezhetnék, hogy ő nem szóvivő orvos, igen, ám de nagyon hitelesen tájékoztatja a közvéleményt a tudatmódosító szerek káros hatásairól, és noha ő a Honvéd Kórház sürgősségi osztályvezető főorvosa, de úgy ítéltük meg, hogy nagyon hasznos munkát végzett, és nem csak kiváló orvos, hanem nagyszerű szóvivő is lehetne.
Amíg a díjak átadása között a vendégek vacsoráztak, a kinti termekben is számtalan lehetőség nyílt a kikapcsolódásra. Gyönyörű ékszerbemutató, csokoládészökőkút és rulettasztal is hozzájárult ahhoz, hogy a vendégek felhőtlenül élvezhessék a lenyűgöző panorámát. Mi az a képesség, ami a legjobban szükséges egy szóvivőnek? Talpra esettség, nyitottság. Ez pofon egyszerű, igazat kell mondani. Ez ilyen nagyon-nagyon egyszerű, ennyire földhöz ragadt, ugyanis a legkisebb tódítást is meg lehet fogni, le lehet vele bukni, nem érdemes. Mindig csak az igazat szabad mondani, semmi mást. Manapság, mintha sokan úgy gondolkodnának, hogy az igazság relatív, pedig nem, az igazság az exakt és tényszerű. Az más kérdés, hogy a valóságnak nagyon sok oldala van, ez a mi mozgásterünk, hiszen nyilvánvalóan mondjuk a cég vagy egy vállalat szempontja egy adott kérdésben lehet más, mint mondjuk egy fogyasztóé vagy vásárlóé. Én azt gondolom, hogy a legalapabb alap, amit a mi hivatásunk gyakorlóitól megkövetelünk, az, hogy mindig mondjon igazat, hogyha valaki ez nem tartja magát, nagyon hamar megbukik, hiszen a mi világ minden átlátható, minden percek alatt napfényre kerül, de én azt gondolom, hogy nem a büntetéstől való félelem a fő motiváció, hanem egyfajta erkölcsi meggyőződés, ami a hivatásunk alapja. A média dolgozóinak is adunk át díjakat, 4 újságírónak adunk át díjat, ezzel pedig azt próbáljuk jelképezni, amit a megnyitó beszédében Tóth Károly, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke elmondott, hogy az újságírók nem lennének nagyon eredményesek a szóvivők nélkül, a szóvivők pedig biztos, hogy eredménytelenek lennének az újságírók nélkül. Tehát nekünk együtt kell dolgozni, és ezért a mi munkánk részben egy elismerés az újságírók iránt, részben egy üzenet, hogy működjünk együtt. Ezt a művészt szeretnék a színpadra szólítani, aki többek között itt a szóvivő bálokon is már 10 éve fantasztikus felvételen örökíti meg a különböző eseményeket, természetesen a legemlékezetesebb pillanatokat. És hát tisztelete jelentenő nem más, mint Kanyó Béla, fotóművész! Minden elismerés óriási érzés, és nagyon köszönöm az Orodásainak, hogy tulajdonképpen gondolt rám. Az egy nagyon jó visszajelzés a munkánkról bármelyik szóvivőnek, amikor egyszerűen a hétköznapokon össze találkozunk olyan emberekkel, akik esetleg személyesen még nem találkoztak velünk, csak a televízióból ismerik az arcunkat, a rádióból ismerik a hangunkat, és hát látható a reakciójukon, hogy pozitívan fogadják azt, amit csinálunk, azt hiszem az a legnagyobb elismerés. Egy elismerés az mindig az embert megerősíti valamiben, és érdekes, mert én mindig akkor kaptam valamilyen elismerést, amikor egy picit mély ponton voltam, vagy elbizonytalanodtam, és akkor mindig kaptam föntről valami jelet, hogy maradjál, te csak ott csináld a dolgodat, mert hogy ez így van rendjén. És ez érdekes, amikor a Sanyi fölhívott, az Orodán Sándor, akkor pontosan így voltam, hogy magamban egy kicsit, tudod, mindig vannak az embernek holtpontjai a munkában is, mint az életében is, és annyira jókor jött, hogy el se tudom mondani. Szóval jó leső érzés. Az újságírók és a szóvivők között az a legnagyobb különbség, hogy az újságíróknak nagyon jól kell kérdezni, a szóvivőknek nagyon jól kell válaszolni. Az ön kérdéseit díjazták ezen a szóvivő bálon. Mit szól ön ehhez az elismeréshez? Örülök, mert nekünk nem az a dolgunk, hogy egyetértsünk. Általában a szóvivőkkel mi újságírók nem szoktunk egyetérteni. Kérdezünk, közbekérdezünk, visszakérdezünk, akadékoskodunk, és hogyha ezt ők úgy fogadják, hogy azt mi képzeljük, hogy fogadniuk el, és ez a díj ezt bizonyítja, akkor az jó dolog. És ide várjuk a repülőtérre. Az egyetlen fennakadást a Magyar Kereskedelmi Tévék okozzák, akik feljelentették a szóvivői bál résztvevői a média hatóságnál,
hiszen a kereskedelmi televízió szombati híradói súlyosan veszélybe kerültek azáltal, hogy a szóvivők szinte valamennyien itt a szóvivői bálon vesznek részt, és nem pedig az adást támogatják a kereskedelmi csatornákon, hiszen a katasztrófavédelem, a rendőrség, az országos mentőszolgálat, a Györfi Pali nélkül ma már híradó nem készülhet, tehát ezt a problémát úgy tudtuk megoldani, hogy valamennyiüket repülőgépre ültettük, és kicsempésztük az országból, majd egy kerülő úton hoztuk ide a repülőtér, és így jutottak el a 10. szóvivői bál részt. A Magyarországi Szóvivők Országos Egyesülete első Oscar-díját szeretném átadni annak az embernek, aki az imént látott filmet rendezte, forgatta, vágta, hangtechnikázta, meg most is ott van a kamerák mögött. Légy szíves, Ernő! Fáradj ide! Nagy Ernő! Kérek egy nagy tapsot ő neki! Kaptál már Oszkárt? Ne ott fogjad az agyát, fogjad, mert ez nagyon ez igazi Oszkár. És leszakad. Szép. Nagyon szépen köszönöm. De a szóvivők ezt mind megérdemelték. Maguknak köszönhetik. Köszönöm. A legstresszesebb a szóvivők szakmája. Mert hogy nekik mindig készenlétben kell állni, és nem csak okosakat kell mondani, mint nekünk, hanem mindezt értelmesen kell tenni, és jól kell kinézni, és fontos, hogy be legyen lőve a hajuk. Úgyhogy kedves szóvivők, a Magyar PR Szövetség nevében azt szeretném nektek mondani, hogy mi nagyon büszkék vagyunk rátok, felnézünk rátok, és amit ti csináltok, az a szakma csúcsa. Köszönöm szépen! Az állatkert szóvivőjeként milyen szakmai szépségekről tud a nézőknek beszámolni? Az állatkerti szóvivőnek lenni azért is izgalmas, mert az állatkerteket azért szeretik az emberek, az állatokat szeretik az emberek, tehát valami olyasmivel foglalkozunk, ami iránt az emberek általában eleve pozitív érzésekkel közelítenek, és nem csak arról tudunk beszélni, hogy egy-egy állat mennyire cuki vagy aranyos, hanem hát időnként egy kicsit ismeretet is tudunk terjeszteni, tehát a bennünket körülvevő világ vonatkozó ismereteinket, és tudjuk úgy bővíteni, hogy ez nem egy ilyen iskolás dolog, hanem hát közben jól is érezzük magunkat. Ez egy állatkerti látogatást tudja, de jó esetben az állatkerti szóvívő is ehhez hozzá tud járulni. Ez egy annyira változatos egy szakma, hogy mindig valami újat tanul az ember, mindig valami újat kap, új emberekkel találkozik, és soha nem lehet megunni azt a közeget, amiben dolgozik. Az a legszebb, amikor mondjuk a vasárnapi reggeli mellett megszólal a telefon, hogy most akkor be kell menni a repülőtérre, és nyilatkozni kell a sajtónak, azt a családom is álló ovációval szokta fogadni. Én azért szeretem a kommunikációt, mert hogy emberek között kapcsolatot létesít, kapcsolatot épít, illetve nagyon mozgalmas, mindig startra készen kell állni, és én ezt szeretem benne. Én azt gondolom, hogy ha láttathatom azt, amit a bajtársaim, a kollégáim nap mint nap csinálnak, és az emberek egy kicsit jobban belelátnak, egyrészt jobban becsülik ezt a hivatást, másrészt pedig talán egy kicsit kevésbé félnek attól, hogyha egyszer bajba kerülnek, akkor majd mi lesz velük, tehát hogyha sikerül valamiféle megnyugtató hatást gyakorolnom, akkor már nem dolgoztam hiába. Minden évben a bál bevételéből beteg gyermekeket segítünk, pontosabban azokat az alapítványokat, szervezeteket, akik a beteg gyermekek gyógyítását szolgálják. Most már 3 éve a leukémiás gyerekek gyógyítását segítő alapítványra ajánljuk föl a bál bevételét, így lesz ez most is. Vannak társasági programjaink, és azt hiszem, hogyha a szóvivők jól szót tudnak érteni egymással, és jó barátságban vannak, és ilyen közös élményeik vannak, annak a társadalma nyilvánosság is hasznát veheti, hiszen vannak olyan esetek, amikor több különböző szervezet szóvivőjének együtt összehangoltan kell kommunikálnia, hogy a nyilvánosságot minél korrektebben tájékoztassuk, és hogyha ezek a szóvivők, akiknek ilyenkor össze kell dolgozniuk, ráadásul szakmailag is, meg emberileg, barátilag is jó kapcsolatban vannak, akkor a végeredmény is jobb lesz. Kívánjuk, hogy legyen szép, sok ilyen szép napot.
rendezvény második felében a díjak átadása után még bőven volt izgulnivaló, hiszen számos értékes nyeremény került kisorsolása a lelkes tombola váltók között. A jó hangulatról az éjféli toroskáposzta és a Mystery Gang együttes gondoskodott. Mesélnék egy kicsit, hogy mit tanítottad a Spanish Harlemben New Yorkban. Miért a gitáron egy kis melódia? Hát ugye, a spanyol latin gitárosnak én is tanítottam egy kis gitár melódiát. Ennyi volt mára a Nagykrút Extra, jövő héten ismét várjuk Önöket. Köszönöm, hogy velünk voltak, viszontlátásra!